Sokszor kérdezik, hogyan lehet átnevezni egy command blokkot. Ugye, ha kiír valami szöveget, akkor ne az legyen ott előtte, hogy egy kukac, az Etia mondta azt a szöveget. Bár én ilyenkor mindig elmondom, hogy felejtsétek el a szei parancsot, tárolót használjátok, de azért megmutatom, mert sokan nem hajlandóak róla leszokni. Leviszem az egeret, per, blockdata, tab, természetesen 1.8-ban működik. Costume, name, kapcsolzárójelek között, és akkor mi legyen a neve, ki mondja ezt, mondja Feri, így kisbetűkkel, enter. Ki is írja, hogy átnevezte, és ha most lefutatom el, akkor Feri mondja, ez működik ládával is. Ez most alapból állom egy chest, ezt most szeretném átnevezni. Mondjuk, ugyanúgy ez a costume name tag. Na, ha be tudnám írni. Mi legyen a neve? Mondjuk szemetes. Nagyok az ujjaim. És ha kinyitom, akkor már szemetes. Sziasztok! Ebben a videóban összegyűjtöttem a leggyakoribb kérdéseket, amiket nekem föl szoktatok tenni. Nem is tudom hányszor írtam már le, hogy hogyan lehet olyan tárgyat csinálni, amit kalandmódba adott blokkra lehet lerakni, vagy hogyan lehet a tárgynak leírást adni. De most ennek vége, mostantól ezt a videót fogom küldözgetni. Hogyan lehet kiiratni egy tárgy azonosítóját? A Minecraftban van egy olyan funkció, hogy ki lehet iratni egy tárgynak az azonosítóját, illetve egyéb információkat is, de ez alapból ki van kapcsolva. Úgy tudjátok bekapcsolni, hogy lenyomjátok az F3-at, és közben a H-t. Tehát F3 plusz H. Ilyenkor bekapcsolja ezt a debug screen-t, nem tudom magyarban ezt hogy lehet hívni, az F3-mal ki lehet kapcsolni. És mostantól ott írja, hogyha ráviszem egy tárgya az egeret, hogy mi az azonosítója. Például Diamond Boots. A tárgy neve mellett ott van a számos azonosító, bár ezt nem nagyon használjuk. Enchantoknál az enchant is rajta van. Fegyvereknél mennyit sebez, azt hiszem, hogyha sérült lenne a kard, akkor azt is írna, hogy mennyi a durability-e. Van egy másik gyors billentyű, amit érdemes tudni, ezt nem szoktátok kérdezni, csak nagyon hasznos. Írtam két hülyeséget a chatre, ha szeretnétek kitörölni a chatet, akkor F3 plusz D. És kész, üres a chat. Vannak, akik nem ismerik jól a billentyűzetet, és nem tudnak bizonyos karaktereket beírni, amik fontosak a parancsokhoz, kódokhoz. Ilyen a paragrafus jel, Shift plusz 0, ezt nem jelenti meg a Minecraft, de úgy veszi, hogy ott van. Aztán apostrof, Shift plusz 1, idézőjel, Shift plusz 2, felkiáltójel, Shift plusz 4, egyenlőségjel, Shift plusz 7, backslash, ez a fordított perjel, Alt-Gr, Q. Aztán szögletes zárójel, Alt-Gr, F és G, kapcsolt zárójel, Alt-Gr, B és N. Aztán ugye ott van a kukac, vagy add karakter, a selector. Ez rengeteg helyen fontos, de sajnos 1.8-on van egy ilyen bug, hogy ezt másolásnak veszi bizonyos nyelvű billentyűzeteken, úgyhogy ezt nem nagyon tudjuk használni. Hallottam olyat, aki ilyenkor átállítja akkor a billentyűzet nyelvét. Most én egy segédprogramot használok, Dittónak hívják, tervezek majd, csinálok belőle tutoriált, talán egyszer el is fog készülni. Egyébként sajnos nem tudok mit csinálni. Aki nem ismeri ezt a programot, az kénytelen a vágólapra másolni ezt a karaktert és bemásolni a játékba. Többször kaptam már azt a kérdést, hogyan lehet parancsból blokkot törölni. Hát igazából annyi a trükk, hogy a blokk helyére levegő blokkot rakok. Tehát nem is igazi törlés, hanem egy szelet blokk, tehát egy blokkot rakok oda. Tehát mutatom, ahova levegőt szeretnék, akár fill, akár szelet blokkal, de most szelet blokkal mutatom. Szelet blokk. Így ez a kiegészítés használom, ezt is érdemes tudni, a tabot nyomogatom, és amelyik blokkon van a célkereszt, azt annak a koordinátáit fogja kiírni. Ide szeretnék egy levegőt, és kész, kitöröltem a blokkot. Nem szoktátok kérdezni, ez inkább egy ilyen jó tanács építésnél nagyon jól jön. Ha megnyomjátok az F3-ot és ráviszitek az egeret egy blokkra, akkor itt jobb oldalt kiírja annak az azonosítóját, ez iron block. Jó, ez mondjuk nem a legbonyolultabb, de mondjuk van egy ilyen, hogy repeater.
Most a tárnak neve, a tárnak az azonosítója, hogy Minecraft 2.repeater. De a blokknak, a repeater blokknak nem ez az azonosítója. Menjünk az F3-at, ott látjátok, unpowered repeater. Sőt, hogyha jelet kap, akkor ez egy másik lesz. Az ugye a powered repeater. Szóval így megtudhatjátok egy blokknak az azonosítóját. Hogyan lehet adott blokkra lerakható blokkot csinálni? Rengetegszer kapom meg. Give magamnak egy, mi legyen az, mondjuk legyen gyapjú. Egy darabot, vagy ne, legyen 10 darab. Csak hogy többet le tudjak rakni. És akkor a nullás, az a fehér gyapjú lesz, és akkor most jön a kapcsoló zárójelbe a trükk, az MBT can place on. Aztán kettős pont és szögletes zárójel, mert ez egy tömb. Itt több azonosítót adhatok meg. Így mutattam, így idézőjelek közé. Tehát mondjuk az egyik az legyen Minecraft, az Iron Block. Ha már az van itt körülöttem, akkor mindjárt most kettőt állítok be. Csak látszódjon, hogy többet is lehet. Minecraft kettős pont stone. Tehát kőre és vasblokkra lehet lerakni ezt a 10 gyapjút, amit most adok magamnak. Tehát akkor ugye ott írja, hogy vasra és kőre lehet lerakni. Jó, átváltok kalandmódba. Na most, hát ilyenkor ugye nem jelenik meg a körvonal, hogyha úgy nincs beállítva rá. De ha a kezembe veszem, akkor megjelenik. Itt látszik, hogy ezt lehet rakni vasra. Gyapjúra nem. Azt nem állítottam be. Kőre is le tudom rakni. Fára megint csak nem. Másik nagy klasszikus. Hogyan lehet olyan tárgyat csinálni, mert blokkot lehet kiütni. Igen, írok egy gif parancsot. Mondjuk egy, legyen egy olló. És a tag neve can this. Na, ha be tudnám írni. Oké, okay, jól írtam. Nem sikerült. Destroy, igen. Ezután is ugyanúgy kapcsolt zárójel. Ez is egy tömb. Több blokk típust meg lehet adni. Mondjuk legyen az egyik a gyapjú, azért raktam ide a gyapjút. A másik pedig a bedrock. Ugyanis ez, attól, hogy itt beállítom, hogy ő ezt törheti, nem írja felül a játék mechanikáját. Azaz. Most így adtam magamnak egy ilyet. Mutatja, meg is jelenik a körvonal, ugye a vason nem, azt nem tudom ütni. A gyapjón igen, azt szét tudom ütni. Szóval, ez nem írja fel a játék mechanikáját, tehát oké, hogy beállítottam a bedrockot, de a bedrock az kiüthetetlen, tehát itt üthetem a végtelenségig, nem fog történni semmi. A vason nem jelenik meg a körvonal, meg nincsen effekt, mert azt nem törhetem. Ennél igen, mert próbálom törni, de hát ettől még ugyanúgy, mintha túlélőben próbálnám kiütni. Tehát ugyanígy, hogyha facsákánynak adom meg, hogy gyémántércet törhet ki, ugyanúgy nem fogja tudni, ugye. Illetve nem kapjuk meg az ércet. Időnként szokott olyan kérdés jönni, hogy hogyan lehet játékos fejet hozzáadni a játékhoz, hogyan lehet game rule-okat állítani, hogyan lehet ilyen csupa vasvilágot, mint ahol most vagyok, csinálni. Ezt a Hogyan építs kalandpálya című videóban bemutattam, ott a link. Többször használható command block. Csináltam már róla a videót, de azért megmutatom még egyszer, mert hát egyszerű, gyorsan megvan. Szóval, mondjuk ebben van egy test for. Egy, ne? Ez a legegyszerűbb. Ezt lefuttatom, hurrá jelet küld, de többször hiába nyomogattam, ugye nem fog ez újra aktiválódni. Ha ez valamit aktiválna, egy másik parancsot, folyamatosan jelet kap, úgyhogy nem történik semmi. Úgyhogy ezt valahogyan meg kéne szüntetni a jelet. Sokan azt csinálják, hogy leraknak egy másik command blockot, amiben ugyanez a parancs van, ami ötletes, de nem az igazi, van egy sokkal menőbb megoldás. Egy másik command blockot aktivál, amiben egy, jól írtam, block data parancs van. Hullámja, jó, ezt én nem is mondtam, addgr1-es, oké. Okay. X irányba van. Plusz 2-re tőle, tehát egy blokkdatát aktivál, amiben a success countját állítja. Ó, semmit nem tudok leírni. Nullára.
Ez a success count tag mondja meg, hogy mekkora erősségű jelet küldjön egy command block. Ez most ugye alapból egy... Most ezt ugye reszetelni kéne. Úgy, most látszódott is, hogy ugye most jelet kapott ez a command block, úgyhogy ezt lenullázta. Egyébként tök jól működik, tehát hogyha ide azt írom, hogy... ezt aktiválom, akkor ugye kér a chat, hogy és ezt többször is futtathatom, mert ez a command block folyton reszeteli őt, és nem kellett az egész parancsot újra leírni. Ugyanígy, hogyha ide nagyobb számot írok, akkor erősebb jelet fog küldeni, például most 10-et írtam, és ha így aktiválom, akkor egészen idáig eljön a jel. És ide a végére rakhatok mondjuk egy reszetelőset, és akkor itt több command blockot tudtam aktiválni. Ide meg egy nullát. És mennyi van? 1, 2, 3, 4, 5, 6 blokkra van. Akkor ez 6-os. Most persze újra az egész. És akkor így látszódik, hogy... Ahogy látszódik, így. Tehát ezeket itt végig aktivált, egyébként több command blokkot rakhatok. Azokat mind aktivál, és utána reszetelődik is. Rengetegszer szoktátok kérdezni, hogy a Terrorban hogyan lehet több szót kiírni. Mutatom is. Na, jó, sikerült. És akkor mondjuk kiírunk egy ilyet, hogy készítő én tökéletes, nem fog működni. Ugyanis a szerencsétlen játék nem tudja, hogy mettől meddig tart a szöveg. Rakjátok idézőjelek közé. És mindjárt működik. Hogyan lehet a Terrorba sortörést írni? Backslash N egyébként. Ugye, idézőjelek közé. Mondjuk van egy egyes, és van egy kettes, az egyest az első sorba szeretném, a kettest a második sorba, backslash, az az Alt-Gr-Q, ugyebár, és N. És akkor így. Ha nincs ott, akkor csak simán 12, tehát backslash-en. Rengetegszer kapom a kérdést, hogyan lehet a chaten kattintható szöveget csinálni. Már mutatom is, ugye Terror, csináltam már róla a tutoriált, de most megmutatom a rövidített változatot. Mi legyen a szöveg, kell valami szöveg, 3D betű, aztán click, ha le tudnám írni, click event. Hogyha kattintok rá, akkor mi történjen, aztán kapcsolj zárójelek közé ezek, ennek a paraméterei, az action, a típusa, az a run command, hogy futtasson egy parancsot. Lehetne itt open URL, akkor ugye egy weblapot nyit meg, meg mit tudom én, van még pár, nem sok ilyen típus van. Ennek az értéke, ez az value, maga a parancs, idézőjelek közé ugyebár, per és mit tudom én, say a, azt fogom mondani, hogy a. Ezt az én nevembe futtatja le, tehát én fogom azt mondani, hogy a. Azt mondtam, hogy a. Na most, fontos itt elé a perjel, különben így azt fogom kiírni a chat-re, hogy CA, tehát ami itt a value mögött a idézőjel között van, azt így bemásolja a chat-re és lefuttatja, tehát mit tudom én, tehát kell a perjel, az a lényeg, mert nem fut le a parancs. Ha itt egy set block lenne, akkor nem lerakna a blokkot, hanem így kiírna a chat-re, mint a más az előbb, hogy CA, csak set block valami tárgynak leírást és nevet adni. Már gépelem is. Ha bemásolna a program végre ezt a jelet. Itt magamnak adok egy követ, egy darabot, nullás típusból, display, ezen belül, csak le tudnám írni. A display-en belül van két tag, a name és a lore. A name ugye a tárgy neve, a lore pedig a leírás lesz. Mi legyen a kőneve? Szintén idézőjel közé, hogyha van benne szó köz, de egyébként is szokjatok rá az idézőjelre. Az lesz a kő neve, hogy fa. A leírásban pedig az lesz, lore, ez többsoros lehet, szögletes zárójel, és ugyanígy idézőjelek közé írjuk a sorokat. Tehát ez most így három idézőjel párt írtam be, az három sort jelent. De mutatom így kettővel, mondjuk egy, kettő, első sor, második sor. Kész. Fa a neve, a leírásban az első sorban egyes, a másodikban kettes. Hogyan lehet lezárt ládát csinálni? Lehet úgy is, hogy adok magamnak olyan ládát gif parancsal, ami le van zárva, de lehet úgy is, hogy lerakom a ládát, és aztán blokkdatával lezárom. Ez utóbbit mutatom meg, mert ez gyorsabb. Tehát lerakom a ládát,
ráviszem a célkeresztet, per, blockdata, háromszor tab, bemásolja a koordinátáit, aztán lock, és hogy mi legyen a tárgy neve, amivel ki lehet nyitni, mondjuk kulcs. Van itt nálam két tárgy, egy kard, meg egy gomb, mind a kettőt kulcsnak neveztem el, hogy megmutassam, hogy nem számít a tárgynak a típusa. Egyébként le van zárva, máshol nem tudom kinyitni, csak ezekkel. Ha máshova is szeretnétek ezt a ládát, Ctrl, görgő, és akkor másolja az MBT-t, ott van plusz MBT, ez is ugyanúgy le van zárva. Sőt, ha van valami a ládában, akkor ugye a tartalmát is. Szerintem ezt a funkciót sokan ismeritek. Az utóbbi időben kaptam több olyan kérdést is, hogy setblokkal próbált gombot lerakni, de rossz irányba néz, hogyan lehetne megcsinálni. Mondjuk itt van ez a vasblokk mellette egy kő, és a kőblokk helyén szeretnénk egy gombot, de úgy, hogy a vasblokkon legyen, tehát lefelé vagy fölfelé álljon. Setblokk, ugye a kőnek a koordinátái, aztán kőgomb, kőgomb legyen, és utána kell a szám, hogy merre nézzen a gomb. Ez alapból nulla, azaz így fölfelé néz, hát ez így nem jó. Akkor egy, az meg ebbe az irányba néz, az nem jó. Egyébként így lehet szórakozni sajnos vele. Ez se jó. Na, a négyes lesz az. Sajnos, tehát hogyha megnyom az F3-at, akkor ott van az a azonosító alatt, hogy facing north. Hát sajnos ezzel nem sokat lehet kezdeni, ha csak valaki benne magolja, hogy a nulla, a fölfelé, az egy, az melyik égtáj lehet? Hol írja? West, tehát nyugat, és így tovább, a négyes meg az észak. Akkor marad ez a szórakozás. Hogyan lehet lebegő szöveget csinálni? Igazából annyi a trükk, hogy egy láthatatlan entitás van átnevezve. Mutatom is, mondjuk egy páncélállványon, az nem fog elszaladni, meg azt a legkönnyebb láthatatlanná tenni. Ide, ahol állok, legyen egy páncélállvány, ami legyen láthatatlan. Invisible 1. Más entitásnál ugye meg kell írni azt a potion effektet, hogy láthatatlan legyen. Ennél szerencsére van rá külön tag. Aztán mi legyen neve? Custom name. Mondjuk start, ez a start gomb lesz. Aztán, hogy látható legyen mindig, be kell itt egy ilyen tagot, hogy custom name visible 1. Ez azt jelenti, hogy akkor is látszódjon, ha nem viszem rá az egeret. És mi van még? Hogyha azt akarjátok, hogy ne essen le, akkor ezt a no gravity-t érdemes bekapcsolni. Illetve van egy ilyen, hogy marker. Azt is érdemes egyre állítani. Annyit tud, hogy ezt a hitboxot nagyon kicsire állítja, és akkor így el lehet mellette kattintani, nem fogjátok neki odaadni a gombot, ugye. Lehet meg így gombot rakni. Ott van a start, ez egy kicsit alacsony lett, nem baj. Most így lesz. Legjobb pályadizájn. Mondjuk egy kicsit följebb raknám. Akkor jobb lenne. Aha. Hogyan lehet a chatre kiírni a játékos nevét? Nem tudom, benne van a Jason tutoriálban, akkor már volt ez a lehetőség. Mindegy, most megmutatom. Egy terló van. Selectornak hívják. És utána tényleg selectort kell írni. Mondjuk a legközelebbi játékost. Egyébként ugye, mint ahogy máshol is után szögetes zárójában lehetne írni a feltételeket, hogy mit én valamennyi szkórja van, vagy mit tudom én, bármi. Így. És akkor kiírt a nevemet. Hogyan lehet szkort kiíratni? Nem tudom, szintén nem tudom, benne van a JSON-os tutoriában, mindegy, most megmutatom. Ezen a pályán van egy X score, azt fogjuk kiíratni, megnézzük nekem most mennyi rajta. Score. Utána kapcsol zárójelek közé, kell a játékos neve, name, hát most legyen legközelebbi játékos, ez az én leszek, és a score-nak a neve, objective, és egy x, nulla. Ha még kérdésetek van, nézegessétek a tutoriálok lejátszási listát, hát ha csináltam már róla a videót korábban. Továbbá ajánlom figyelmetekbe a Restonus videóimat, azokból is sokat lehet tanulni. Vagy ha nincs itt, akkor keresgéljetek a neten, szinte bármit meg lehet találni. A hogyan építs kalandpályát videómban is sok hasznos oldalt mutattam meg, azt is ajánlom megnézésre. De ha minden kötél szakad, akkor írjatok e-mailben,
Igen, lehetőleg e-mailben írjatok, szoktatok a videó alá kérdezni. Sajnos sokszor ugye nem kapcsolódik a videóhoz, egyrészt ez a baj. A nagyobb baj viszont az, hogy nincsen válasz lehetőség. Tehát, hogyha kérdeztek valamit, akkor legyen már válasz lehetőség. Lehet, hogy nagyon gonosz vagyok, de nem fogok mindenki után szaladgálni, hogy ó, ugye te vagy az, nem volt a videódat válasz lehetőség, de azért nem. Tehát akkor legalább legyen válasz lehetőség. Aztán, akiknek még kevés tapasztalata van, azok nagyon hasznosnak fogják talán a neten lévő generátorokat. Én nem szoktam használni, nekem kényelmesebb, hogyha legépelem a parancsot, de akinek kevesebb tapasztalata van, annak sokkal egyszerűbb, meg hát látja is a szintaktikát, például, hogy mobokra hogyan lehet tárgyat rakni. Azt is keresgéljetek, van egy pár generátor, most nem fogok egyet sem belinkelni, mert én nem tudom melyik, mennyire jó, nem próbálgattam őket. Így felszínesen ránéztem, mindegyiknek találtam hiányosságot, tehát azért kézzel még mindig több mindent lehet, de mondom, kezdőknek nagyon hasznos. A kézikönyv óvjon.